Mindig is szerettem a filmeket. Filmrajongóként mindig a tévére figyeltem, vagy trailert láttam. A tömeggyártott hollywoodi szarokat hamar elfelejtettem, amikor találtam egy amatőr filmet, izgatott lettem, mert ezek valami mások voltak. Nemrég elkaptam egy reklámot a közeljövőben megjelenő Csöndes Szoba nevű, korlátozottan kiadott thrillernek, meglehetősen érdekesnek találtam a filmet. Egy sorozatgyilkosról szól, kinek nincs elköltsége, áldozatait érzelmi alapjain választja. Hozzáadnak valamit, vagy elvesznek valamit a társadalomból. Ölési módszerei mindig változnak, ezzel tükrözve, hogy bántanak meg másokat. Csak két csatornát láttam, akik leadnák a filmet. Mindkettő nagyon hasonló, csak egy kicsit más a narráció és a videó. Azonban egyik éjszaka a Sportcentert néztem, amikor láttam egy új adót, kik leadnák a Csendes Szobát, amit én sohasem láttam, és nagyon nyugtalanítónak éreztem. A cím fehérrel volt kiírva, fekete háttéren, kb. 5 másodpercig volt látható. Ez a második szöveges képernyőhöz vezetett, amely egyszerűen azt mondta: én jövök. A szöveget több ember hangja kísérte, csendesen zokogva. Amikor közelebb mentem, 6 ember sziluettját láttam a fekete háttérben. Ezen a helyen nem voltak filmklippek, és nem volt hamarosan a színházakban üzenet. Úgy találtam, hogy ez meglehetősen nyugtalanító, de valószínűleg vírusos marketing taktika. Ezért néztem rajzfilmeket, hogy rendezzék az elmémet, hogy aludni tudjak. Másnap a barátomhoz, Jeffhez mentem, hogy együtt ebédeljünk. Találkozásunk egyre bizarabb lett, amikor megemlítettem azt, amit éjszaka a Sportcenteren láttam. Lesokkoltam, amikor Jeff azt mondta, hogy éjszaka ő is nézett, de nem látta a Csendes Szóval reklámjait. Ehelyett az egyik eredeti adót látta. Részletesen elmagyaráztam neki, de fogalma sem volt, miről beszéltem. Természetesen kicsit nyugtalanított, amit láttam, de néhány nap múlva már el is felejtettem, és visszatértem a napi rutinomhoz, amikhez hozzászoktam. Amikhez hozzátartozott a Sportcenter nézése. A felkavaró reklám már majdnem kiment a fejemből, amikor megint láttam. Úgy tűnt ugyanaz, mint korábban, de minden úgy tűnt, hogy intenzívebbé válik. A siránkozás hangosabb volt, és a sötét alakok könnyebben felismerhetőek voltak. Miután összeszedtem magam, felhívtam Jeffet, és megkérdeztem, hogy abban a pillanatban mit látott. De ő azt mondta, ugyanazt, mint múltkor. Talán azt hitte, ez csak egy prank. Az elmém kezdte elveszíteni a hangsúlyt. Egyre kételkedtem abban, amit láttam és hallottam. Lementem a konyhába, kis rákcsát készítettem, és mentem rajzfilmeket nézni a nappaliba, hogy megnyugtassa az elmém, amit most nem sikerült megtenniük. Majd eljött az idő arra, hogy elaludjak. Eljutottam a hálószobába, és furcsa módon elég könnyen elszenderültem. Az éjszaka közepén keltem fel. Megesküdtem, hogy valami furcsa hangot hallottam, de nem tudtam kivenni. A Csendes Szoba nyugtalanító gondolatai visszahúzottak az agyamba, és azonnal elhúztak. Elkezdtem keresni a zajforrást, bár eleinte azt gondoltam, csak a fejemben létezik. Úgy hallatszott, mintha a tévén keresztül jönne. Bepánikoltam, miközben a takarót a fejemre húztam, hogy elnyomjam vele a hangot. De az csak hangosabb lett. A szomorúságok megtelítette az elmém, ahogy próbáltam megállítani az ijesztő hangokat. Észrevettem egy árnyékot, de túlságosan féltem elhúzni a takarom, hogy lássam, hogy ez csak egy madár, ami berepült a nyitott ablakomon, vagy valami bajos dolgot, ami a szobámban rekedt. Hirtelen úgy éreztem, valami hideg ért a lábamhoz, a takaró alól. Magamra feküdtem az ágyban, a félelemtől reszketve. Néhány pillanat eltellik, mielőtt a takarót kiragadja az én kezemből, és meglátom, mi jött be a szobámba. Egy vastag, fekete alak állt az ágyam mellett. Arcán nem volt szem, fül és orr, csak egy széles, vigyorgó száj.
A sikoly késztetése megtöltötte az elmémet, de semmi sem szökött ki a szájamból. Úgy tűnt, hogy a teremtmény felszívja a rettegést, mielőtt csípte, hogy gyengéden oldalra fordul, és éles, szúrós karmát mellkasomba tette. Egyszerre megpillantottam a teremtményt, amely fölött állt, mintha teljesen elégetett volna, mielőtt minden csöndben és feketében elment. Felébredtem a földön fekve, nem tudom mennyi idő telt el, de még mindig sötét volt kint. Megragadtam a mellkasomat, ahol a lény támadt meg, de nem találtam se sebet, se vért. Általában megkönnyebbülten sóhajtottam, mert rájöttem, hogy egyszerűen rémálom, és lefeküdtem az ágyba. De most úgy éreztem, hogy rettegek, és szomorú vagyok. A szívfájdalom típusát, amikor akkor érzel, amikor felfedezed egy szeretted, meghalt. Felszedtem magam, és megpróbáltam felkapcsolni a lámpát, de nem találtam a kapcsolót. Egy kis fény jött át az ablakon, ahogy vizsgáltam, sokkal nagyobb volt a normálnál, és az abnormálisnak látszott. Ahogy megközelítettem az ablakot, láthattam rajta a szavakat. Én jövök. Rettegés töltötte meg elmém, amikor rájöttem, mi is történt. Ahogy a szemem a sötétséghez igazodott, megfordultam, hogy láthassam a hat sötét alakot körülöttem. Kik sírnak. Úgy éreztem, hogy a szomorúság nőtt bennem, és én is kontrollálatlanul sírni kezdtem. Az ablakfény az egyetlen kényelem volt ebben a szörnyű helyen. Ezért az ablak felé mentem, hogy kinézhessek. Az egyetlen dolog, amit láttam, Jeff barátom, a kanapéján ülve figyelt minket.